jó. Oké, okay, forog. Én úgy láttam, hogy a kifak kutyapárt nem nagyon vett részt az előzeti előválasztásban. Egyetlen egy helyen álltak be, Hatházi Ákos egész Zuglóban. Ott ugye Tócsaban visszalépett. Nem érezte fontosnak a kifak kutyapárt, hogy az előválasztásban aktívabban részt vegyen? Én úgy gondolom, hogy az egész előválasztás igazából egy színjáték volt, az ellenzék el akarta terelni a figyelmet arról, hogy hány millió bevándorlót szeretne Magyarországra telepíteni. Biztosan állíthatom, hogy Soros György meleg néger gyermeke és Jakab Péter, aki Gyurcsány Ferenc embere tervezte meg ezt az egészet. Abszolút nem arról volt szó, hogy valami fajta jelöltet kiválasztanak. Jakab Péter alkalmatlanságáról és a bevándorlás politikáitól szeretnék volna elterelni a figyelmet. Ugye Tócsaba Zuglóban vissza is lépett, ott kerekedett egy kis botrány abban, hogy az egyik aktivista lófejet tett föl a fejére, és egy Tócsaba feliratú sapka is látható ezen a fotón. Itt elindult egyfajta társadalmi diskurzus, hogyha jól értettem egy korábbi interjújában, hogy Tócsaba ló-e, ez a vizsgálat ez jelenleg hogyan áll? Hát Zuglóban is azért a fő kérdés azért a bevándorlás volt. Tehát Tóth Csaba, mert kevesen tudják Tóth Csaba, aki igazából azért kellett visszalépnie, mert ő nem volt hajlandó elég bevándorló telepíteni Zuglóba. Hatházi Ákos kb. 3-4 millió bevándorló telepített volna be, ebből kb. 3 millió lett volna ember, és 1 millió pedig arab származású ló, akik mindenféle betegségeket terjesztenek, és egyébként a nem váltó műtéteket is szokták propagálni. Úgyhogy ementén kénytelen volt visszalépni Tóth Csaba. Akkor ezért érezték fontosnak, hogy Zuglóban beálljanak Hatházi Ákos mögé? Én úgy látom, hogy én Hatházi Ákos jelentékben úgy látom, hogy 3-4 millió bevándorlót nem bír el Zugló. Mi körülbelül 2 millió bevándorlót telepítenénk Zuglóba. Az, hogy Soros György erről mit gondol, az egy másik kérdés. Nyilván egy magasabb számot szeretne, mi 2 millióig tudnánk elmenni. Tóth Csaba kicsit a szívére vette ezt a lóügyet, egy Paris kilátásba helyeződött, ezzel jelenleg mi a helyzet? Ez a Gyurcsány Show-nak a része, tehát hangsúlyozom, hogy Jakab Péter, aki Gyurcsány Ferenc embere, bármit megtenne azért, hogy minél több bevándorlót hozzon ide, és amennyiben Tóth Csaba ebben nem partner, akkor vele nem tud az ellenzék együttműködni. Lépjünk a következő témára. Ugye most a Közbeszédet nagyon foglalkoztatja, hogy Karácsony Gergely vagy Márki-Zay Péter visszalépe. A hét elején bejelentették, hogy egymás mellé szeretnének lépni, Karácsony Gergely legutóbb pedig azt mondta, hogy ő előre akar lépni. A két farkú kutyapárt tud-e ezzel lépést tartani? Mi vizsgáljuk, hogy bevándorló-e Márki-Zay Péter vagy Karácsony Gergely, amennyiben bármelyikről bebizonyosodik az a ma már azért gyanítható dolog, hogy bevándorlók, akkor egyértelműen a másikat fogjuk támogatni. Nem félnek attól, hogy itt az ellenzéki előválasztás körül kialakult adókapok miatt és az előre hátralépések miatt esetleg elvesznek szavazatot a kétfarkú kutyapártól? Én úgy gondolom azt, hogy a Gyurcsány Ferenc embere visszalép esetleg Gyurcsány Ferenc embere javára, és ezzel segíti Gyurcsány Ferenc emberét ebben a küzdelemben, az mind Soros György érdekeit szolgálja, ementén a bevándorlást is szolgálja, és ementén mi támogatjuk ezt a dolgot. Most az előválasztásban van-e konkrét elképzelés, hogy kit szeretnének támogatni? Hát mi indítani fogunk egyébként elég sok bevándorlót is a választáson, tehát szerintem fontos lenne, hogy a parlamentben is a migránsok átvegyék majd az irányítást. Erre van pénz, azok a háttérhatalmak, akik csak ezért léteznek és csak ezért dolgoznak, és megint ki kell emelnem Soros György néger meleg gyermekét, aki ebben nagyon nagy pénzt tett. Én úgy gondolom, hogy ez talán még sikerülhet is. Ugye ez volt az előválasztás, jövőre parlamenti választás. Erre készül-e valahogy a képzelet? Készülünk, nagyon sokat szeretnénk továbbra is a bevándorlással foglalkozni. Úgy gondolom, a magyar emberek életét gyakorlatilag semmi más nem befolyásolja, mint a bevándorlás. Tehát én még egyszer azt szeretném mondani erre a kérdésre is, hogy bevándorlás. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!